Egy iráni forradalmi bíróság előtt kellett megjelennie egy francia állampolgárnak csütörtökön. Benjamin Brière csak nem 2 éve tartják fogva kémkedés vádjával. Brière turistaként érkezett az Iszlám Köztársaságba 2019. decemberében, ekkor drón segítségével több tájfotót is készített. Ezek után az iráni hatóságok azzal vádolták meg, hogy kémkedés céljával fotózott. 2020 májusában tartóztatták le, és azóta börtönben tartják. Rokonai groteszknek nevezték a vádakat, és azonnali szabadon bocsátását követelték. A teheráni rezsim 2 állampolgárságú külföldieket is fogva tart, köztük Fariba Adelka francia-iráni kutatót és a brit-iráni Nazanin Zaghari Radcliffe-et, a Thomson Reuters alapítvány projektmenedzserét. Férje Richard Radcliffe a szabadon bocsátásáért kampányol. Irán vélhetően több mint 1 tucat nyugatit tart fogva, többségük 2 állampolgár. A civil szervezetek elítélik ezt az úgymond túszejtési politikát, amelynek nyilvánvaló célja, hogy engedményeket szerezzenek Teheránnak bizonyos ügyekben.